Charlie, majom a családban. Magyar hangok. Schnell Ádám, Orosz Anna, Németi Mari, Karácsonyi Zoltán, Gerő Botond, Laudon Andrea, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Érzelmek és sérelmek. Először mindegyiket lefotózom, aztán aztán összeírjuk őket. Végül mindet szabadon engedjük, de... Na, Otello, most mindegyiket elengedjük. Figyelj! Charlie, fogd egy halat! Mi lesz már? Egy jó nagyot! Itt vagyok, Zsír úr. Itt van a holnapi műtét időpontja, és Röder nem mehet előtte semmit. Igen, tudom. Önnél van a beleegyező nyilatkozat? Ó, sajnos otthon van. Holnap hozza magával. Természetesen. Nos, Buncsú asszony, itt van a gyógyszer. Igen? Naponta kétszer egy tablettát ad neki, a kosztjába. Köszönöm. A kötést holnap vesszük le. Értem. Köszönöm szépen. Egy Remek. Pillanat, és jövök vissza. Schwarz úr, kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Hello, Rico. Szia, Lili! Na, jó napod volt? Fogjuk rá. Félix ma este beugrik és hoz egy beteget. És? Mutasd meg neki, hogy hol van a pajta. Max, Félix pontosan tudja, hol a pajta. Szia! Szia. Doktor úr, 6-kor vacsora? Igyekszem. Jó, de hol vannak a kollégák? Fogalmam sincs, oda hát elszabadult a pokol. Nem irigylem őket. Jól van, Willis, most már itt vagyunk. Igen, sikerült! Ne, Charlie! Szereznem kell egy másik segédet, így nem lehet dolgozni. De jó, akkor nem eszem egyedül. Nem vagyok éhes. Ennek kéne, elfúj az első szél. Lili, végeztél? Igen. Hoppe, asszony, hol van a tavak professzora? Még mindig gyűjtöget? Erről amúgy is akartam önnel beszélni. Látja, milyen őrültek háza van itt. De megígértem Jonasnak, hogy vasárnap én leszek a segédje. Nem erre gondoltam. Jonas gyakran megy önnel horgászni, de még sosem fogott semmit. Nem kérne máshol próbálkozni? Hoppe, asszony, nem ezen múlik. Max, szükségem van rád. Tudsz jönni? Már is. Viszlát. Akkor mind múlik? Üdvözlöm, Zonták asszony. Doktor úr. Na, Willis, öreg fiú, mi bajod van? Napok óta nem evett. Tegnap óta nem is iszik, és már fel sem tud állni.
Az előbb vettem tőle vért. A pupillája normálisan reagál, a hasfala puha. Még erősebb nyomásra sem volt érzékeny. A nyálkahártyája száraz. Dehidratáció. Előkészítettem az infúziót. Helyes. Tudja, a keringése is emiatt instabil. Ennyire komoly? Az infúzió csupán a Még alaposan meg kell vizsgálnunk. Eltart egy ideig. Asszonyom, nem most járnak nálunk először. Tudja, hogy Willis jó kezekben van. Meg fogjuk gyógyítani. A szeretők. Lili! Két napot és 6 órát késtél. Ne haragudj, hogy nem jöttem el. Ugye hallottál Graham Bellről? Igen. Feltalált egy készüléket, amivel az emberek a távolból is tudnak beszélgetni. Tessék, parancsoljon, ezt önnek hoztam. Biztosan nagyon ideges. Köszönöm. Ha, nincs mit. Igen, Robert? A holnap nem változott. Hogy Willis? Remekül van. Épp a tóban játszik. Mikor vigyem át holnap? 9-re? Olyan korán? Nem, semmi probléma. Szia! Hogy van Willis? Jobban. Kiderítették, mi baja? Nos, tudja, szervi rendellenességet nem találtunk, és a laborja is, legalábbis a tesztek alapján rendben van. Ez nagyszerű hír. Egy egészséges kutya rendesen eszik és iszik, nem úgy, mint Willis. Biztosan van valami baja, és ki kell derítenünk, hogy mi lehet az. Ez pontosan mit jelent? Szeretnénk éjszakára itt tartani megfigyelésre. Reggel pedig megismétlünk néhány vizsgálatot. Jó, de rendben, ha feltétlenül szükséges. Szeretne tőle elköszönni? Igen. Jöjjön. Ronda madár! Hívni kell a mentőket! Hívjuk a mentőket! Mit csinálsz? Tűnj innen, ronda madár! Mit csinálsz? Tűnj innen, ronda madár! Tűnj innen! Charlie, hol bujkálsz meg itt? Hát itt vagy. De most futás, vacsorázunk. Várj meg itt. Szia, Félix. Jó napot. Micsoda gyönyörű fríz. Igen, és nagyon félénk. Akkor vigyük be. Jó. Nyugalom. Nem kell félni. Jó kislány vagy. Köszönöm. Nem tudtam, ki máshoz vihetném Ronnyát. Na, semmi gond. Nyugalom. Holnap jobban ráérek. Reggel megvizsgálom. Na, gyere, gyere. Remek. Nem úgy volt, hogy Lili segít? De igen. És? Néha nem értem a nőket. Üdv a klubban. Irány az istálló. Hopp. Itt vagy. Egészen megható, ahogy Félix a lóval törődik. Az istállóban alszik. Én tudok valakit, aki legalább ennyi figyelmet igényelne attól a sráctól. Mindketten elég nagyok, majd megoldják egyedül. Szerintem furcsán viselkedik. Igen? Emiatt nem fájjon a fejed. Lili nem fog még holnap elköltözni, drágám. Nincs még egy abból a fincsi sajt nyásból.
Nincs. Nincs? Nincs. Biztos? Oké, felezünk. Jó. Ez az utolsó. Ó. Akkor megegyed. És most? Csinos vagy. Köszi. Már vannak, akik ezt nem veszik észre. Jaj, Lili. Biztosan jó oka volt rá, hogy múltkor nem jöttem. Menj oda és köszönj neki. Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan ültetett fel. Meglepően jól tájékozott vagy. El se tudom képzelni, milyen lesz, amikor tényleg összejöttök. Hasonló helyzetben, amikor nyolcadikos Anya, voltam. Anya, kérlek. Nem is érdekel Félix. Jó. Lili! Na, hol a pasi? Jó reggelt! Szia, Karó! Indulunk, anya! Viszlát! Sziasztok! Kellemes napot! Ne rángos, Charlie! Jövök már, jövök! Nos csak, különös, tegnap este én zártam. Valaki reggel itt járt. Ó, de nehéz elolvasni. Kérem, találjanak otthont főni. Ó. Igen! Oh, hát szervusz! Főnix! Igen! Igazán szép madár vagy. Először is kiderítjük, mi bajod van. Jól van, Willis, meg vagyunk. Nagyon ügyes voltál, öreg harcosom. Gyere! Tehát a szíve és a tüdeje rendben, és a keringése is jó. Uh-huh. Willis! Willis, gyere! Willis! Willis! Willis, gyere, nézd csak! Még mindig nem eszik. Tessék, így áll. Na, legalább egy kicsit. Ez az már ez is valami. Szabad! Jó reggelt, Willisért jöttem. Hol a póráza? Jó reggelt, még nem végeztünk a vizsgálatokkal. Várjon egy kicsit odakint a teraszon, szólunk, ha készen vagyunk. Nem tudok. Most kell elvinnem Willist. Mégis mit képzelnek? Más dolgom is van. Szabad szemmel nem látok rajta semmit. Charlie, hagyd azt! Ah, itt van a kis lelenc. Igen, Főnixnek hívják. Egy beó. Aha. Gyönyörű madár. A beók megesznek mindent, szöcskét, gilisztát, magokat. Mm-hmm. És a gyümölcsöt is szeretik. Igen! Na, Főnix, hozok egy másik kalitkát. Jó. Charlie, majd később alaposan szemügyre veheted az új barátodat. Most ígyunk egy csésze kávét, jó? Gyere! Nem fogok Willis miatt egész nap oda-vissza autókázni. Árulják el, mi tart ilyen sokáig? Asszonyom, a kutya lény, nem pedig tárgy. Előbb kellett volna végig gondolnia, hogy van-e ideje egy új családtagra. Willis beteg. Joga van orvosi kezelésre, és ezt tőlünk meg is kapja. Higgadjon le, és délután jöjjön vissza. Elképesztő. Ránézek Félix kancájára. Jó. Nos, akkor lássuk. Hát, ha találunk valamit. Mi történt? Mit hazudozol? Mi van Willisszel? Tudom, hogy... Nem akartam, hogy idegeskedj. Ne idegeskedjek! A kutyának valami baja van, és ne idegeskedjek! Willis már jobban van, de még elvégeznek néhány vizsgálatot. Minden rendben. Minden rendben. Azt hittem, ha különválunk végre, tisztábban látunk majd, és elsimulnak a dolgok. Ide jössz, és ordibálsz velem! Azt hiszed, még a kutyáról se tudok gondoskodni? Miért? Talán tévedek? Beteg vagy sem? Atya úristen! A megállapodás szerint Willis délig nálam lehet. Utána megint visszakapod egy hétre. Légy türelemmel, és ne cirkuszolj már!
Nem mondok le róla. Erre mérget vehetsz. Így. Látom, megint nagyon ízlett. Otello. Nem, nem, barátom, nem, gyere. Ott van a te vacsorád, parancsolj. Jó étvágyat. Úgy. Ugye milyen finom? Ha, barátocskám, nem, 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 nem. Elekezekkel a haltól. Jól van. Biztos, ami biztos. Igaz? Barátocskám. Jaj, valamit akartam. Tényleg a friss petrezselyem. Otello, te maradj a tálkád mellett. Szóval kihallgattad a beszélgetésüket? Nem tehetek róla. Nem vették észre, hogy ott vagyok. Látod, hallgatóztál. Na. Mondd csak, Charlie, kit raboltál ki? Na. Willis vérképe teljesen rendben van, egyedül az adrenalin szintje magas. Egy évvel ezelőtt került el az előző gazdájától. Néhány napig akkor sem volt hajlandó enni. Befogadták Zontágék, akiknek most válságban a házassága. A nő kibérelt egy lakást, Willist meg ide-oda hurcolják. Ő pedig ezt nyilván nem érti, ami stresszt vált ki belőle. Igen. Micsoda illatok. Elekezekkel! Mindjárt ehetnek. Ja. Miért nem mondja meg a férjének, hogy Willis beteg? Mert fél, hogy őt hibáztatná. Emlékszel, milyen boldogok voltak, amikor egy éve ide költöztünk? Ha jól értem, Willis felváltva van náluk. Egy hétig a nőnél, aztán egy hétig a férfinál. Nyilván szörnyű, ha tönkre megy az ember házassága, de egy állatot nem szabad ebbe belevonni. Ő nem érti. Szerinted elképzelhető, hogy Willis tulajdonképpen depressziós? Az megmagyarázna a magas adrenalin szintet, meg azt, hogy nincs szervi problémája. Nos? Na kérem! Charlie! Nagyon sajnálom, szerettem volna Jonaszt meglepni a hallal. Rendszeresen járnak orgászni, de egyszer sem fogtak semmit. De minden alkalommal rengeteg halat fogunk, de nem bottal, hálóval. Készítünk egy képet, aztán szabadon engedjük őket. Ahogy a többi állatot is. Ajaj, ezt nem tudtam. Nem fog megártani egy vegetáriánus ebéd. Már megint itt van! Már a végeztünk, emberek! Kifelé! Na mondd, vár rám egy pofa hideg sör a sarki kocsmában! Tök fejek! Mégis ki lehet ez? Ó, én időpontra jöttem. Nem értem. Na hát. Ez felháborító. Kérem szépen. De most tényleg nem értem, hogy mi van. Mit csinálnak ezek mind odakint? Miért ilyen? Jó napot! Megtudhatnám, mi történt? Mi? Mi történt? Mi ez a felfordulás? Micsoda? Nem értem! Ó, ugyan már, ez valami fél... Nyugodjanak! Váradjanak vissza, bizony
utoljára kérem. Igen, igen. Szerelem. Úgy tűnik, kedvesével alaposan félreértették egymást. Képzelje magát a helyébe, és hallgassa meg, mit hoz fel mentségként. És utána már semmi sem állhat a szerelem útjába. És vajon miért éppen nekem kell a helyébe képzelnem magam? Mert ez a te horoszkópod. Nem hiszek az ilyesmiben. Így, amiben akarsz. Félix-el összetartoztok. Te is tudod, én is tudom. És a kártya is tudja. A kártya? Pillanat. Látod? A szeretők. Ez a legtutibb kártya. Még megvan, ugye? Igen. Figyú, ha téged nem érdekel, Félix, nyugodtan ad nekem a kártyát. Szerintem állati cuki. Mit nem hallok? Csak vicceltem. Na, húzz egyet. Tessék, egyértelmű. Oda van, érted? Aha. Ne viccelj már, azt nem láthatod ebből a kártyából. Nem. De tudod, valami azt csúgja, hogy így van. Igen, ez talán a féle női megérzés. Ahogy mondod. Igen. Dr. Wolfram, most, hogy úgyis nyugdíjba megy, használja ki az időt, és vigyel gyakrabban Fritz Hentschét. Viszlát, minden jót. Jó napot, asszonyom. Jó napot. Asszonyom, rájöttünk, mi baj a Willisnek. Úgy tűnik, a kutyája depressziós, de mi nem tudjuk meggyógyítani. Csak maga is a férje. Hogy érti ezt? Tudja, Willis egyszer már átélte, hogy magára hagyják. Most pedig újra ez történik. Hol öntől szakad el, hol a férjétől, minden héten. Egyezzenek meg a férjével. Willisnek szüksége van valakire, akire mindig számíthat. De Roberttel képtelenség beszélni. Nem érzem jól magam. Emlékszik, mikor evett utoljára? Tegnap este. Akkor jöjjön. Nagyszerű szakácsnőnk van. Most jut eszembe, hogy még el kell mennem egy beteghez. Melyik beteghez mész? Tudod, a... Ja, tényleg. Ahhoz a... Jöjjön. Ne csináld már. Nekem nyugodtan bevallhatod, hogy bele vagy zúgva. Te vagy a legjobb barátnőm. Tőlem nem tudja meg. Esküszöm. Oké. Egy kicsit talán. Amolyan lilisen kicsit. Szerelem első látásra. De jó lehet. Nem véletlenül mondom, hogy csak egy kicsit vagyok bele zúgva Félixbe. Tényleg nem nagy ügy. Akkor én kimegyek almáért. Egy kivilekvárt kérnék. Azt én is imádom. Mennyi lesz? 380. Csak... Mi baj a kancádnak? Egy bódéban tartották, térdig mocsokban. Meg akartak szabadulni tőle. Megvettem, hogy ne bántsák. Úgyhogy le vagyok égve. Ezért nem jöttél el? Mert őt kellett megmentened? Igen. Szia! Szia! Ezt biztosan elejtette. Kéred vagy? Eltehetem. Add ide! Ez az! Köszönöm. A különvállás óta alig van étvágyam. Nem nagy öröm egyedül lenni. Hát nem. Pontosan tudom, mit érez. Önnek vannak gyerekei. Nem volt egyedül. Ez igaz. De Jonaszt és Lilit is nagyon megviselte, amikor elváltam az apjuktól. Én is szerettem volna gyereket. Bármennyire fáj is most, nem szabad beletörődnie a sorsába. Teljesen megértem, hogy szomorú. Viszont sose szabad feladni. Kér egy kávét? Köszönöm, nem. Sétálunk egyet? Jó.
Fogalmam sincs, mihez kezdjek. Már egyáltalán nincs remény. Ha van, akkor harcoljon. Sokkal erősebbek vagyunk, mint gondolnánk. Maga még fiatal, és ott van ön előtt az egész élet. Az örökbefogadás is szóba került. De Robert nem akarja. Inkább megvette Willist. Azóta körülötte forog az életünk. Igazából Robert miatt költöztünk Potsdamba. Tudtam, hogy fontos neki ez az új munka, és azt hittem, megszokom, hogy nincs itt a családom és a barátaim. De nem szokta meg. Se munkám, se barátom. Magányos vagyok. A nagy boldogságot kerestük, de mindent elvesztettünk. Köszönöm, Charlie. Egy, kettő, három. Négy. Négy. I'm on fire, I'm on fire! Fogd be a csőröd. Ma már így is éppen elég bajt okoztál. Szóval angolul is tudsz. Mára bezár a bazár. Itt az ideje, hogy aludj te is, kaszanova. De jó éjszakát, Főnix. Tüzet eloltani! Na, szia! Tüzet eloltani! Ez volt az álmunk. Mi? És mi lett belőle? Ugye, nem mondott le a házasságáról. Folyamatosan gürisztem éjjel-nappal, hogy megadhassam Sabinének. Boldoggá akartam tenni, de nem megy. Nem bírom tovább. Szereti a nejét? Nem a szeretettel volt itt a gond. Igen, szeretem. Mi mindig csak jót akarunk. De megfeledkezünk arról, ami igazán fontos. Több időt egymással tölteni. Élvezni a másik társaságát. Reménykedtem, hogy Willis újra közelebb hoz minket egymáshoz. Azt meg tudom erősíteni, hogy egy házi állatnak lehetnek terápiás hatásai, de egy házasságot nem tud megmenteni. Örülök, hogy meg tudjuk beszélni a problémáinkat. És amúgy is jól el tudunk beszélgetni. Igen. Egyetértek. Ugye nem akarod beadni, hogy 3 órát eltöltöttél Robert Zontággal, de semmi fontosról nem beszéltetek. Nem állítottam ilyet. Akkor miért nem mesélsz? Vannak dolgok, amiket csak a férfiak érthetnek. Jól van, barátocskám. Kezdjük előről. Mit mondott a mi jó öreg Zontágunk? Tudod, vannak helyzetek, amikor jobb, ha nem jártatjuk a szánkat. Ne csikíz, ahogy hagyd abba. Ó.
Merész öltözet. Manapság mindenki ilyet hord. Aha. Remélem csak az istálóba. Rettentő vicces, anyu. Oh, bocsáss meg. Szerinted nem túlzás? Nézd, nem. Jó ez így. Igen. Félixnek biztos el kell a segítség az istálló takarításhoz. Biztosan örülni fog. Nyugalom. Pláne, mivel a takarítással már végzett. Gyere. Jó. Na, menj. Ez az. Ó, nyugalom. Lassan, Ronja, lassan. Jól van. Ez az. Willis! Willis, gyere ide! Willis, gyere! Gyere! Na, mi lesz? Gyere, Willis, gyere! Gyere ide! Gyere! Gyere, gyere! Már nem is hallgat ránk. Nem Willis hibája, Robert, hanem a miénk. Velünk van baj. Sose voltál otthon, Robert? Mert dolgoztam! Dolgoztam, hogy ki tudjuk fizetni a házat. Kettőnk értette. Sose akartam azt a házat. Tényleg? Akkor mit akarsz? Jézusom, Willis! Félix! Halkabban! Bocs, nem akarlak zavarni. Ezt tegnap elejtetted. Ó, tök jó. Köszi, már kerestem. Nos, akkor én megyek. Várj, Lili. Van kedved egyet sétálni? Persze, menjünk. Szerintem valami a torkának adhatod. Nyissa ki a száját. Így. Jól van. Nyisd ki. Nyisd ki szépen. Gyerünk, nyisd ki. Gyerünk. Siess, esik a vérnyomása. Jó. Na, jó. Látsz valamit? Igen, ott hátul. Igyekezz, az meg lesz. Néha megkívánja a füstölt pisztrángot. Hm? Te halat adtál neki? Dehogy adtam. Akkor talán a zseppénzéből vettem. Fejezzék be! A hal feltehetően a mi sarunk, sajnálom. Willis addig a klinikán marad, amíg maguk meg nem egyeznek. Jól van, túl vagy le. Napokig bezárva tartották. Elvesztette az emberekbe vetett bizalmát. Most vissza kell nyernie. Na? Ronja! Így. Ügyes vagy. Igazad van. Lili lassan tényleg felnőtt. Muszáj ilyen hirtelen történnie. És aztán jön Jonas. Minden túl gyorsan változik. Vajon hogy szerezte meg Willis a halat? Max, ha valami megmagyarázhatatlan történik, a tettest abban a kisházban kell keresni.
Egészen elképesztő, mennyien tartanak állatot gyerekpótlékként. Van egy olyan érzésem, hogy Willisnek hamarosan új feladata lesz. Biztos? De vannak dolgok, amiket csak a nők értem. Nek. Egészen megfeledkeztem rólad. Szép jó reggelt. Igen. Üres. Mindjárt folytatjuk. Nyugodjanak meg! Semmi pánik! Miket hordasz itt össze? Mindjárt ott vagyunk, mindjárt! Késésben vagyok. Legyen csodálatos napot, Hoppe néni. Köszönöm. Szia, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Képzeljék, a mi kis professzorunk a szobájában dúzol. Éjség sztrájk volt. Ajaj. Pedig annyira várta, megígérte neki. Ma elmegyek Jonasszal horgászni. De Max, ügyeletes vagy, nem emlékszel? Nem, drágám, elcseréltem. Veled. Mi? Velem? Nem, Charlotte. Egyébként az a Beau nincs túl jól. Az az érzésem, hogy gyászol. Még mindig nincsen semmi hír a gazdájáról? Egyelőre nincs. Minden egységre! Ez nem gyakorlat! Semmi pánik, semmi pánik! Ezt hallgassa meg! Semmi pánik! Tohonya disznók! Hármas raj! Raj, raj! Így nevezik az egységeket a tűzoltóknál. És a főnix valójában tűzmadár. Igen! Már eddig is gyanítottam. Telefonálok egyet. Katarina! Nem önnek fütyültem. Dr. Rösner vagyok a Brandenburgi Állatklinikáról. Reméljük, végre sikerült megegyezniük. Willis! Na, gyere! Jól van. Egyikünk sem szeretne lemondani a kutyáról. Szóval nem született salamoni döntés. Nem. Elhatároztuk, hogy eladjuk a potsdami házat. Berlinbe költözünk, ott olcsón ki tudunk bérelni egy kis kertes házat. Megígértük egymásnak, hogy több időt töltünk együtt. Jaj, rosszul vagyok. Elnézést. Hangulatingadozás, túláradó érzelmek. Nem kívánja a kávét, és reggelente gyakrabban rosszul. Gyerekünk lesz. Igen. Szia. Vajon ki hívta ki a tűzoltókat? Karl, miben mesterkedtek? Azt hittem, kocsikázunk egyet szolgálat után. Igen, majd ha végeztünk, de előbb el kell intéznünk valamit. Jó napot, Karl Leopold, a potsdami tűzoltóság parancsnoka. Jó magának, de... Albert Funke. Üdvözlöm. Főnix! Igazán nem volt nagy művészet összerakni a részleteket. Utána már csak fel kellett hívnom a potsdami tűzoltóságot, és megkérdeznem, hogy nem ismernek-e valakit, akinek van egy Főnix nevű beója. Nem fog menni, nem vihetem magammal. Az idősek otthonában nem engedtek be állatot. Az imént beszéltem az otthon vezetőjével. Nem mondom, kicsit nehéz volt meggyőzni a hölgyet, de végül azt mondta,
hogy mostantól fogva magánál lehet a madara. Kicsikém, meg fogsz tudni neked bocsátani? Elárulja, miért nevezte Főnixnek a madara? Tudja, a lángok közül mentettem ki. Tiszta hamu volt az egész kobakja, igaz? Igen. Már megint itt van? Na, Charlie, mi van nálad? Pénz? Igen, én tettem a borítékot a kalitka mellé. Charlie! Pillanat. A mi Charlie-nk mindig kézben tartja a dolgokat, mi? Nagyon ügyes voltál, köszönjük. Tudod mit? Add vissza Funke úrnak a borítékot, amire eddig vigyáztál. Köszönöm. Ronda madár! Ez itt Zab. Nyúj bele, jó érzés. És ez? Az? Az müzli. Müzli? Na persze. Miért? Szerinted a lovak nem szoktak reggelizni? Valami belement a szemembe. Tényleg? Mutasd. Ülj le oda, úgy jobban látom. Micsoda nap. Kicsit irigylem Zontágékat, hogy gyerekük lesz. Ha ez így megy tovább, hamarosan nekik is lesz. Aj, Max, fejezd már be. Már csak az hiányzik. Vagy itt nekünk. Egy édes kis 50 centis pöttöm, aki egész nap bűg, és aztán kiesz a pénzünkből. Aha. Hát, a szokásos, hisz tudod. Max, mehetünk. Hauser professzor, mit gondol, ne vigyünk magunkkal egy segédet a tóhoz? Rendben. Gyere, Charlie, menjünk. Megmutatom, hol tanyáznak a gőték, és fogunk is egyet. Mit szólsz? Magyar szöveg Gáspár Bence. Szerkesztő Németh Beatrix. Hangmérnök Soltész Márton és Csomár Zoltán. Produkciós asszisztens Fodor Eszter. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.